Kovácsik Ádám volt a vendégünk, és ő azt kérdezné tőled, hogy fogsz-e még mozdonyt vezetni? Igen. Következő kérdés. Hogyan történt az életedben ez a váltás, hogy te mozdonyvezetőből egyszer csak karmester lettél? Ez hogy alakult így az életedben? Hát az első váltás ott történt, hogy zenészből váltam mozdonyvezetővé. És a második váltás ott, hogy visszaavanzsáltam zenésznek. Mindig is zenész voltam. Miközben mozdonyt vezettem, akkor is hát ugye közben voltam másfél évig katonazenész. De nem egyszer fordult elő, hogy vittem magammal kottákat, partitúrákat, zongorakottákat, és Ferencvárosban forduló állomáson, ha még más aludt, azt én belső hallással hallgattam, és úgy hiányzott a zene, de nem nagyon volt akkor módom más tenni. És aztán egyszer csak eljött az idő. Akkor ez az egész zenei pályafutás, úgymond, ez már gyerekkorodból indult ki? Igen, igen, abszolút gyerekkortól. Mint egy normális zenésznek. Hogyan derült az ki, hogy neked abszolút hallásod van? Igen, ez egy nagyon régi történet, körülbelül 40 éves. Ez azt jelenti, hogy olyan 4-5 éves koromban sikerült ezt felfedezni az zongoráról. Én annyit tudtam, hogy CD, EFG, LHC, és ezeket tudtam, ezek, hogy fehér billentyű. Igen, tehát nővérem megkapta az első olyan darabját, amiben volt az egy keresztelőjegyzés, és F helyett ugye fiszt, egy fekete billentyűt kellett volna használnia, és ő ezt rendszeresen elfelejtette, én pedig, ahogy a családi házunk homokozójában az alagutakat fúrtam éppen, és várat építettem, és folyt körbe a víz. Egyszer csak nagyon elegem lett, és megjabáltam, hogy most már jegyezd meg, hogy ez nem F, hanem fekete. És akkor kezdték a szüleim, hogy megismerem a hangokat, és játszották, hogy a forduljak el, és akkor ezt akkor megállapították, aztán kezdtek tanítatni. Úgyhogy talán általános iskolában meg kell másodikos voltam, amikor először zeneiskolába kerültem, és akkor második osztályba vettek fel zongorából, addigra a nővérem darabjait játszottam. És aztán hegedülni, tanultam hegedülni és zongorázni párhuzamosan. Melyik az a darab, ami nagyon közel áll a szívedben, szívedhez? Akár Hippolit, Leányvásár, Koldus Opera, Csárdás királynő, ami most fut, Rudolf, ami most fut, Légy jó, mint halálig, Anconai szerelmesek, sorolhatnék még egy párat. Igen, nagyon sok darab van, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyiben részt vehettem, akár itt, akár más színházban. Tulajdonképpen nincsen kedvencem, az aktuális mindig kedvencem. Különböző okokból szeretem a különböző darabokat. Anconai szerelmesek egy kedvenc munkám volt, ott már kvázi színházba tartozónak éreztem magam, az volt a második munkám, ez 2004-ben volt, lassan 10 éve lesz. És aztán innentől kezdve teljesen más stílusú munkákat kaptam, volt, hogy prózai darabokhoz kellett zenét írni. Balett zenét is írtál? Az is előfordult. Böhm Gyurival elkövettük a Bonnie és Clyde-ot, az direkt egy ilyen elektronikus verzió volt. Igen, a Légy jó, mint haláliban azt szerettem, hogy soha nem volt élőzenés változata, és én ezt most akkor elkövettem. Így 28 fő játszotta a zenekarjárunkban, és megértett vele egy néhány előadást. Tehát mindegyikben megtaláltam a szépségét. A Rudolfot is nagyon szeretem, az egy kvázi végig komponált mű. Én ezt szeretem dirigálni. De szeretem a Csárdás királynőt, mindent szeretek. Van-e valami bevett szokásod, amit mindig végrehajtasz, úgymond mielőtt belépsz vezényelni a zenekarjárokba? Becsukom magam mögött az ajtót. Sokan úgy ismernek téged, mint a zsűri zenekar alapító tagját. Jelenleg is szoktatok néha-néha még összejönni a fiúkkal és koncertezni egy kicsit. Ez mikortól van? 93-ban, 94-ben alakult. 93 szerintem egyetemista voltam. Ugye az első évet úgy töltöttem az egyetemen, hogy éjszaka és hétvégén mozdonyt vezettem. Meg kellett élnem valamiből. És hát albérletről albérletre jártam, mert lakásom sem volt. Az nagyon nehéz időszak volt, ott többször mondták a tanáraim, amikor elaludtam mondjuk egy zenetőri órán, hogy hagyjátok, inkább itt aludjon, mint itt a mozdonyon. És igen, és egy évet tudtam így végig
húzni, és az volt a menekülő útvonal, hogy láttam fantáziát abban az alakuló zenekarban, akivel később ugye 700 koncertet, vagy 650, nem tudom pontosan, hogy hány koncertet, mert ugye azóta folyamatosan változik a szám, játszottunk le, és volt szerencsém rengeteget játszani, például Sogó Tamással, aki azóta is jó barátom. Van két csodálatos gyereked is, ők is tanulnak zenélni. Őket tudatosan tereltétek úgymond e felé az út felé, vagy ez csak úgy jött nekik is, hogy szeretnének zenét tanulni? Igen, én nem tereltem semmilyen út felé. Azt látom, hogy nagyon érzékenyek, és nekem mindegy, hogy milyen művészeti ágban fogják magukat kifejezni. Vagy akár legyen belőle asztalos, én azt sem bánom, de legyen egy olyan érzékeny lelke, amivel tud boldogulni a saját érzelmi világában is. Lehet a lányom hetedikes, és hát ugye remekül énekel, Lukács zongorázik már, de ő 8 éves, és úgy látom, hogy más tehetségek vannak megáldva, megpróbálom ezeket nyilván kiaknázni, majd segíteni őket a kiaknázásában. Tudnál külföldön élni? Hogy elmennék a külföldre dolgozni? Akár, szeretnél-e? Nyilván mindenkinek ez megfordul a fejében, hogy talán ott könnyebb. Szokták ezt megkérdezni, hogy hogy itt vagyok, hogy nem mentem máshová. Itt élnek a gyermekeim. A legfontosabb, hogy velük minél többet legyek. Nyilván lehet, vannak helyek, ahol többet lehet keresni egy Pécsi Nemzetinél, de egyrészt ezt a munkát szeretem, másrészt pedig Pécset élek 30 éve. Ha választhatnál, vagy választanál, melyik dal lennél? Van rengeteg kedvenc dalomban, tudnék mondani az aktuális darabokból, persze Rudolfból, vagy imádom Horváth Csárlit, vagy éppen Somló Tamást. Nagyon szeretem például Bornai Tibi szerzőt, Csárli költette a Léghajó címűt. És hát rengeteg van. Rengeteg van, nem tudnék kiemelni egyet sem. Le tudnál érettségizni most azonnal? Összhangzottamból azonnal, egyébként nem. Most, tehát amikor én a művészetiben érettségiztem, akkor például matekból nem kellett érettségizni. Akkor sem, és most sem tudnék leérettségizni matekból, mert bár 8-ig mindig 5-ös voltam, csak utána egyszerűen nem érdekelt. De hát maradhatunk annyiban, hogy zenei tárgyakon kívül gyakorlatilag nem tudnék leérettségizni. Következő vendégünk Solyom Katalin színművésznő lesz. Te mit kérdeznél tőle? Született egy gyönyörű unokája, Köles Boldizsár. És kíváncsi lennék, hogy találkozik-e a boszorkány két arcával. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Hát én köszönöm.